nem csak szép, de híresen is. Fönn a tetőn, a nyerekben, ott zöldelnek a fenyőfák, egész csíkban a legszebben. Ott eresztik legmélyebbre gyökerüket a vén törzsek, nem mozdulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Nem tud. Kányádi Sándor Nyerges tetű című verse is elhangzott a Székelyföld madártávlatból elnevezésű kiállítás megnyitóján. A tálatot Csanádi Zoltán, az energetikai szakgimnázium intézményvezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, amint egy 30 kép az iskola egyik oktatója Kasó Zoltán révén jutott el az ESZI-be. Facebook közösségi oldalon egy csíkszeredai barátom, Tamás Attila lájkolt egy képet, és én véletlenül akadtam így Istvánnak a fotóira. Aznap, szeptemberi délután lehetett, nem tudtam szabadulni a képek közül, mert István napi rendszerességgel tesz fel szebbnél szebb képeket. Aztán sikerült 2016 nyarán megismerkednünk személyesen is, és tulajdonképpen én érdeklődtem, hogy a kiállítás anyagát esetleg el lehet-e hozni, én is be tudom mutatni. Az alkotó dr. Fodor István képeiből álló kiállítás madártávlatból mutatja be Erdély tájainak szépségét. Szerepelnek rajta többek között a csíki hegyek és síkságok, valamint a hargitai tájak. Csanádi Zoltán, az oktatási intézmény vezetője a rendezvényen elmondta, hogy örömmel fogadta a kiállítás ötletét. A kiállítás mindenféleképpen színesíti az intézmény életét, hétköznapjait. Nagyon jó dolog szerintem, hogy egy alapvetően szakképző gimnáziumba, nem csak a szakképzést erősítjük, a szakmai tudást mélyítjük a gyerekekbe, hanem művészet, az esztétika iránti fogékonyságot, illetve az erre való nyitottságot is sugalljuk a gyerekeknek, a munkavállalóknak, és ezáltal színesítjük, gazdagítjuk az ő életüket. A kiállítás látogatása ingyenes, várhatóan január végéig tekintheti meg a nagy közönség.